Jeles napja volt március 19-e a veterángépek szerelmeseinek. Jászberény határában a Porteleki Tanya Múzeumban ugyanis szombaton nyílt meg a mezőgazdasági géptörténeti gyűjtemény. Ma már műholdról vezérelt traktorok vezetik, hogy egyenes legyen a sor. Műholdról vezérlik a kombájnokat, hogy egy-egy búzakalász vessen kárba. Emlékszem rám, amikor itt Portelken dinnyések voltunk, akkor kiszaladtunk az út szélére, és megcsodáltuk, hogy láttuk az első farmotoros ikaruszbuszt. És felnéztünk az égre, ha néha ritkán láttunk egy repülőgépet. Ez egy generációval előtt volt. Pócs János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja ünnepi beszédében kiemelte, hogy egyetlen generáció alatt rengeteget fejlődött a technika, megváltozott a világ. Fontos azonban emlékezzünk arra, hogy honnan indultunk. Felidézte Porteleken töltött gyermekéveit, amikor is szüleivel ezen a területen gazdálkodtak. A szalagvágással hivatalosan is átadott új gyűjtemény megnyitóját veterángépek találkozójával egészítették ki. Rengeteg érdekességgel szolgál a tárlat mindazoknak, akik vonzódnak a régi erőgépekhez és munkagépekhez. Nem gondolná az ember, hogy egyáltalán itt a Jánosságban egy magángyűjtemény ilyen szintre tud jutni. Itt nem beszélve ugye önmagában a millióról, meg a tanya rendezettségéről, de az, hogy ennyi gép, ez egy fantasztikus teljesítmény. Minden érdekes igazából, azokban, hogy én nem értek hozzá, de most így kicsit bővül majd a tudásunk. A páró fiúra szállt eddig, hogy azután mi lesz, azt nem tudjuk. Hát enni mindig kellene, és az alapokat kell először megismerni, aztán felfejlődött a technika, de még lehet, hogy még vissza. Szorulunk ilyen lovas eszközökre is. Le vagyunk nyűgözve, mi is hasonló cipőbe utazunk, úgyhogy jó eljönni, úgyhogy más is megbetegedett az ilyen rozsdásvasaktól, nem csak mi. Emberi erő, ló erő, utána a gépészet, ez így épült fel 100 évvel ezelőtt, és jó látni, hogy ezek még megvannak mentve, nem a mélytelepre kerültek. Örülünk neki. Az immár egy évtizede létrehozott Nagy János helytörténeti gyűjteményhez folyamatosan érkeztek a felajánlások. Ez teremtette meg a lehetőséget évek alatt ahhoz, hogy az összegyűlt régi gépeket egy szabadtéri gyűjtemény bemutatójaként tárják a közönség elé. 16 traktor van, kombájnok vannak, ugye hát a lovontatási eszközöknek minden egyes darabja megvan most már, és szombat és vasárnap általában mindig nyitva vagyunk, de bejelentkezés a világhálón keresztül be lehet jelentkezni ide a Portelki Tanya Múzeumba, és szeretettel várjuk a vendégeket. A nagyszülők és dédszülők korában használt mezőgazdasági eszközök szerelmesei az ország minden részéből összegyűltek, és magukkal hozták veterángépeiket is. Összesen 18 a Portelekihez hasonló gyűjtemény vezetője látogatott el a rendezvényre. A találkozót a Jász Dózsai és a Jász Felső Szent Györgyi népdalkörök műsora egészítette ki, a megnyitót követő ebéd hangulatát pedig a nótaszó tette teljessé.